Károli Podcast. Tudományról, hitről, hivatásról. Könnyedén érthetően. A Károli Egyetem ismeretterjesztő podcast sorozata. Károli Podcast. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Bene Bardon Nikoletta vagyok, a Károli Podcast műsor vezetője. Mai vendégem Káposztás Gábor, a Károli Egyetemi Lelkészség vezető egyetemi lelkésze. Üdvözlöm Önt, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A mai beszélgetésünk témája a húsvét. A húsvét a keresztények legfontosabb vallási ünnepe, hiszen a feltámadást ünnepeljük ilyenkor. A társadalom egy része azonban, mintha elvesztette volna szem elől, hogy miről szól ez az ünnep eredetileg. Ön hogy látja ezt? Rögtön egy nagyon izgalmas kérdés az első, hogy hogyan látom én ezt. Hát azt tudnám mondani, hogy a feltámadás valósága és annak az öröme nélkül azt mondhatom, hogy, hogy nem is lenne kereszténység hogyha őszinte vagyok, akkor nem lenne a mi hitünk sem ennek a valósága és ennek az öröme nélkül. Az evangélium, hogyha elolvassuk, akkor ez nem csak egy történet, hanem kimerem mondani bátran hittel, hogy ez az életünknek az egzisztenciális alapja, és ez nem szól másról, mint, mint, Isten szeretetéről. Én úgy tapasztalom, hogy sok ember úgy látja, hogy talán az egyház vagy a kereszténység az valamiféle gicses szentségről szólna, amihez ez így a, az ember húsvér valóságának nincs sok köze, pedig ez egyáltalán nem így van. Az igazság pont, pontosan az, hogy éppen húsvétkor talán a legkönnyebb meglátni ezt az evangéliumi igazságot, megismerni azt, hogy Istennek a szeretete az az emberi élet kardinális részeit érintheti bennünk, hogy megláttatja a tetteinknek a következményeit, adott esetben a mulasztásainknak a következményeit, és, és hát igen, elénk hozzá a szenvedés valóságát. Mondhatnám azt is, talán így is megfogalmazhatnám, hogy Isten az emberi létezés drámájában megmutatkozik. Ami nagyon különleges, hogy vállalja a haláltusát értünk, hogyha fogalmazhatok így, és nem csak értünk, hanem hanem miattunk vállalja ezt, és pontosan azért, hogy nekünk ne kelljen, ne kelljen egy szenvedő lélekkel élnünk, és azt is szeretném itt megfogalmazni a kedves hallgatóknak, hogy, hogy a húsvét az nem tragédia, hanem a húsvét dráma. Mert hogyha a húsvét csak tragédia lenne, akkor a halállal végződne. Akkor ezzel érne véget a történet, de itt nem ez történik, hanem, hanem pontosan Isten dicsőségét mutatja fel a feltámadás, és láthatjuk azt, hogy az utolsó szó az mindig isteni, nem a papírformáé, nem a végességé, nem a halálé, sohasem a gonoszé az utolsó szó. Így hát, hogy a feltámadást ünnepeljük ilyenkor, és hogyan látom én, hogy ezt ez mit jelenthet az embereknek? Hát pont ezt, hogy, hogy nem a halálé, nem a vesztesége az utolsó szó, hanem, hanem Istené, a győzelemé, a feltámadásé. És hogy aki lélekben szív szerint Krisztus mellé szegődik, annak az evangélium a mindent helyre rázó bizonyosság lesz az életének legmeghatározóbb tapasztalata. És ez egy kihagyhatatlan fontos része ennek a nagy egésznek. És érezzük talán, hogy ez az a dráma, Mennyire nem egy ilyen könnyed, vicces és aranyos történet, és ezt nem azért mondom el, hogy bárkit így elszomorítsak ezzel, vagy hogy az egyetemisták mondják, hogy találkozok velük, hogy lehozzam az életről az embereket, hanem fontos látnunk azt, hogy a, a húsvétnak a drámája az bár nem egy könnyed, vicces és aranyos történet, de nagyon-nagyon fontos. Ez tényleg nem egy olyan történet, egy videó, amit meg lehet nézni TikTokon, amiben van egy ilyen habkönnyű kis történet, vagy akár még social média felületen, amit csak úgy megszoktunk osztani, az valóban nem egy ilyen történet. Viszont ehhez hozzá kapcsolódik az, hogy a keresztény élethez én úgy gondolom, hogy egy felnőtt bátorság kell. És hogy ez mit is jelent pontosan? Ez azt jelenti, szerintem a legbátrabb dolog, ha az életemnek a legdrámaibb részeit, a fontos kérdéseit, azokat nem elmismásolom, nem leöntöm valamilyen cukormázzal, nem megpróbálok tőle elmenekülni, hanem, hanem vállalom azt, hogy ezeket a kérdéseket tisztázom magamban, azért, hogy egy tiszta képet kaphassak. Egy jó szövetségi, igen, Jeremias könyvében így szól, hogy mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek, így szól az Úr, és hozzátartozik ez az igéhez, hogy egy jó terve van az Istennek, hogy reményteljes jövő az, amit a népének szende. ehhez azért hozzákapcsolódik az is, hogy Istennek a tervét is, Istennek az akaratát keressük. Hogyha el tudjuk hinni azt, hogy igen, Istennek van egy jó terve az életemre nézve, és Isten nem szeretne engem abban az állapotban hagyni, ami most ezzel a fogalommal fogok élni, hogy ami a bűnesetnek a következménye, hogy Isten és ember között a kapcsolat megromlik, és az ember ezt a saját erejéből, a saját képességeiből nem tudja helyreállítani, csak Isten kegyelméből, Jézus Krisztus áldozata által állhat helyre ez a kapcsolat. Hogyha ezt meglátjuk, hogyha ezt hittel el tudjuk fogadni, és bízunk Istennek a jó terveiben a további életünkre nézve is, akkor lehet elég bátorságunk és erőnk, hogy Istennel együtt ezeket a, az életkérdéseket meg tudjuk válaszolni. És én azt gondolom, hogy ha van egy életkérdésünk, és ebben teljesen mindegy, hogy mennyi idősek vagyunk, hogy fiatal felnőttek vagyunk, hogy egyetemisták vagyunk, hogy középkorúak vagyunk, vagy idősek vagyunk, hogyha az életünknek a kérdéseit Istennel együtt az ő tervét, akaratát, útmutatását keresve próbáljuk megválaszolni, akkor valóban helyes válaszra juthatunk, és, és én ezt értem az alatt, hogy bár az élet legdrámaibb részeit, meg kérdéseit néha talán könnyebb így félretenni, és nem foglalkozni vele, mégis hogyha előveszük, és Istennel együtt feldolgozzuk, kérjük az ő válaszát, akkor, tud ez igazán tisztázódni, ezért is mondom azt, hogy a keresztény élethez egy felnőtt bátorság kell, és a legbátrabb dolog, hogyha ezekkel a kérdésekkel merünk, és akarunk is foglalkozni. Mit gondol, mi lehet az üzenete a húsvétnak a 21. században, vagy talán pontosabb, ha azt kérdezem, hogy mit adhat ez a vallási ünnep azoknak, akik nem gyakorló hívőként élik meg ezt az ünnepet? Azt gondolom, hogy a húsvétnak van egy minden századot, meg minden kort átívelő üzenete és hogyha ezt egy igével válaszolhatom meg, akkor ezt a jól ismert új szövetség igét hoznám. János evangéliumából a harmadik rész 16. verse így hangzik, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az elnevesszen, hanem örök élete legyen. Szóval mi lehet a húsvétnek az üzenete a 21. században? Mint ami szerintem mindig is volt, hogy Isten szereti ezt a világot, és ő úgy szerette, és úgy szereti ezt a világot, hogy a saját egyszülött fiát odaadta. Hogy mindenki, aki hisz benne, annak ne kelljen elveszni, hanem örök élete lehessen. És hiszek abban, és meggyőződésem, hogy Jézus Krisztus áldozatán keresztül az a kapcsolat, amit az előző kérdésben is érintettünk, ami a bűneset után megromlott, az helyreállhat. És hogy amikor valaki őszintén kapcsolatba tud lépni Istennel, amikor megkapja a hitnek az ajándékát, amikor rálép erre az útra, Krisztus által megújult élete lehet, akkor igen, a kapcsolatoknak a, a helyreállását megtapasztalhatja. És hogyha már a XXI. század volt így konkrétan megemlítve, vagy talán mondhatom azt, hogy az az időszak, akár az a környezet, az a kulturális közeg, amiben mi élünk, akkor én úgy tapasztalom, hogy nagyon sokan szenvednek elmagányosodástól. Nyilván az elmúlt események sem segítették azt, hogy kapcsolatok erősödhessenek, azért lehet látni a nehézségeket lehet gondolni világjárványra, lehet gondolni háborúra, mind-mind olyan dolog, amit, amit szörnyű látni, és mind-mind olyan dolog, ami hatással van az emberekre, a gondolkodásukat, az érzéseiket befolyásolhatja, és olyan csodás üzenet lehet húsvétkor, és akár különösen ebben az ezévi húsvétban az, hogy Istenben, Jézus Krisztusban a kapcsolatok helyreállhatnak. És hogy ebben lehet gyógyulás, és hogy akár egyéni szinteken az emberi kapcsolataink is Istennel együtt gyógyulhatnak, közeledhetnek egymáshoz, ami elszakadt vagy ami távol van, az közeledhet, de igaz lehet ez nagyobb szintekre vagy szélesebb közösségi szintekre is, egy Isten a világura. És ő, ő szeretne adni helyreállást benne, és a vele való kapcsolatban van hely és tere ennek a helyreállásnak is. És, és igen, lehet közeledni Istenhez, és lehet közeledni egymáshoz is és az is egy nagyon szép ígéret, amit Jézus mond szintén egy új szövetségi igében olvassuk ezt a Máté Evangélium a 11. fejezet 28. versben, hogy jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Így hát ez azt gondolom, hogy ez a 21. században is erőre adokot, reménységre adokot, hogy Isten be lehet vetni a bizalmunkat, és hogy ő nem fals ígéreteket ad, nem olyan ígéreteket, amiket vagy megtart, vagy nem, hanem ezek valódi ígéretek és a feltámadásnak, a megváltásnak a ténye az tény. Mivel arra is vonatkozik a kérdés, hogy vajon nem gyakorló hívőként hogyan lehet megélni a húsvétot? Erre azt tudnám válaszolni, hogy ha, ha, nem gyakorló hívő emberként nézek rá az ünnepre, mert, mert én sem voltam mindig hívő keresztjén akkor. Ha az ünnepre gondoltam, akkor, akkor az volt a megélésem, hogy ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy így megálljak, hogy pihenjek ha másra nem, legalább erre, hogy pihenjek, hogy együtt legyen a család. És most is ezt gondolom, hogy az ünnep, a húsvéti ünnep is lehetőséget ad a megállásra és a pihenésre, de ezek is lehetőségek a megállás és a pihenés is lehetőség. Lehetőség lehet arra, hogy végig tudjuk gondolni, hogy mennyi mindenért lehetünk hálásak az életben, hogy mennyi ajándékot kaptunk már az életünkben, és hogyha ezeket számba tudjuk venni, akkor talán eljuthatunk arra a felismerésre, és vagy a gondolataink abba az irányba is haladhatnak, hogy felismerjük, hogy az ajándékoknak az életünkben, meg az áldásoknak van forrása, és ez a forrás, ez Isten. Akár az is egy lehetőség, hogyha valaki elég bátor, mert sokszor ehhez bátorság kell, nem gyakorló hívőként, egy lehetőség elmenni akár egy templomba, egy, egy ünnepi Isten tiszteletre, és megnézni és megélni azt egy keresztény közösséggel, egy gyülekezettel együtt, hogy, hogy mit is jelent számunkra a húsvét. És én biztos vagyok benne, hogyha ez egy nem hitét gyakorló, vagy hittől távolabb álló ember életében is egy jó értelemben véve formáló hatású cselekmény lehet. Tehát formáló hatású lehet az, hogyha elég bátor ahhoz, hogy ezeknek, amikről itt beszéltem, teret adjon, lehetőséget adjon, és meggyőződésem, hogy így lehet közeledni a húsvét valódi üzenetének a megértéséhez és annak a megéléséhez is. A húsvét előtti időszakhoz kapcsolódik a 40 napos bőjt hagyománya. Ez mennyiben változott meg az elmúlt időszakban? Gondolok itt arra, hogy a bőjt szokása már nem csak az étkezést érintheti. Azt látjuk a Szentírásban, hogy Jézus egy 40 napos bőjtel készül a messiási szolgálatára, és általában véve is nem vetette el a bőjtölésnek a lehetőségét. Viszont a bőjtel kapcsolatban, illetve a bőt gyakorlásával kapcsolatban volt, amit elítélt. A Bibliában azt olvassuk, hogy elítélte Jézus a farizeusoknak, az írástudóknak a külsőleges formális bőjtölését. Tehát, hogyha arról van szó, hogy valaki azért végzi ezt gyakorlatként, hogy mások lássák, hogy ő mennyi áldozatot hoz, vagy mennyi mindenről képes lemondani. Tehát, hogyha ez egyfajta szenzáció akkor nem valószínűleg nem ez, a, nem ez a megfelelő motiváció, vagy nem ez a megfelelő forma. Nagyon érdekes, hogy Jézus maga is azt mondta a tanítványainak, hogy amíg ő velük van, addig kis túlzással indokolatlannak tartja, hogy, hogy bőjtöljenek. Hogyha egyáltalán megpróbálom megfogalmazni, hogy mi a bőjtnek a lényege, hogy miért csinálja ezt, aki csinálja, vagy akár miért érdemes bőjtölni, akkor először azt mondanám, hogy ennek nincs ilyen formai kritériuma, vagy nincs feltétlenül egy meghatározott idő, hogy, hogy csak ilyen időkeretben lehet ezt tenni. A bőjtnek az a lényege, hogy tudjunk a bőjtben önvizsgálatot tartani, hogy tudjuk keresni Istennek az akaratát. És igen, akár ez az időszak intenzívebb, vagy többi imádsággal is járhat, de valahogy a, a lényegnek mégis azt tartom, hogy próbáljuk meg lehallgatni a világnak a hangját, hogy próbáljunk egy kicsi eltávolodni az életünket kitöltő folyamatoktól, a harcoktól, a törekvésektől, a képektől. Mindezt azért, hogy tényleg az egész valunkkal át tudjuk élni, hogy nem csak a testet kell táplálnunk, hanem a lelket is, és a lelkünket pedig Isten igéjével tudjuk táplálni és hogyha egy időre, most így fogom megfogalmazni, hogy ha egy időre a világ javait félretesszük, vagy, vagy egy kis időre tartózkodunk ezektől, az nem azt jelenti, hogy, hogy az Isten által teremtett jó dolgoktól így eltávolodunk, vagy hogy megvetjük azokat, hanem inkább egyfajta egyensúlyra törekvésről van itt szó, hogy lemondok a testi életemnek, vagy az anyagi valósághoz tartozó néhány elemről, Azért, hogy az életemnek a test- és lelki egyensúlya is helyreálljon, vagy helyreállhasson. És hogyha a bőjtre gondolok, vagy a bőtnek a lényegére, akkor azt gondolom, hogy Isten elsősorban nem is a formákra, vagy a keretre tekint, hanem őszinteséget szeretne látni, a lázatot és, és helyes motivációt. Lehet arra gondolni, hogy ilyenkor megjelenik a kevesebb vagy a mértékletesebb ételfogyasztás, vagy hogy valamit így ki is veszünk az étrendből, leveszünk a palettáról egy, egy időre, vagy ebben a bőti időszakban, vagy ezekben a bőti időszakokban, de hát azért nem csak az étkezésre szorítkozhat ez, és egyébként hozzáteszem, hogyha valaki étellel böjtöl, és tegyük fel, testi tünetei vannak, vagy akár testi rosszul lét is, is rátör, és ez huzamosabb, akkor lehet, hogy érdemes átgondolni a böjtnek, annak a módjának a, a folytatását, mert hogyha egyetértenek velem a, a, kedves hallgatók, akkor, akkor a lényeg az nem, nem feltétlenül ezen van. De igen, nem csak étellel lehet böjtölni akár, hanem hozzátartozhat az is, hogy akár kevesebb híradást olvasunk, vagy hallgatunk, hogy megpróbáljuk csökkenteni azt, hogy milyen mennyiségben internetezünk, és nem leszek álszent, nekem is reflex, hogy előveszem a telefont, és akkor már a különböző platformokon fent vagyok, és, és azért belegondolok abba, hogy ezzel mennyi értékes időt veszítek el, illetve hát most gondolok bele, sokszor közben meg egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy ezekkel is lehet bőjtölni, mert a cél az, hogy több idő jusson az Istennel való kapcsolatunkra, több idő jusson az önvizsgálatra, és hogyha mondjuk a húsvét előtti 40 napos bőjti időszakot nézem meg, akkor pedig különösen is arra készülhetünk mindezek mellett, amiről szó volt, illetve amiket így felsoroltam, hogy több idő jusson arra, hogy Jézus Krisztusnak a kereszt felé vezető útjáról tudunk gondolkodni. Vagy azt gondoljuk át, hogy az igének az üzenetét figyeljük. Azt gondolom, hogy ez egy szép lehetőség. Ezáltal elmélyülhetünk az Istennek és az irántunk tanúsított szeretetének és a kegyelmének a megismerésében, meg annak a felismerésében, hogy milyen nagy dolgot tett értünk Jézus Krisztus. Mit adhat a bőjt az embereknek? Hogyha rögtön az előző válasznak a végéhez kapcsolódok, akkor ezt mindenképpen megadhatja, Hogyha az IGE üzenetére figyelek, hogyha Istennek az irántam tanúsított, vagy irántunk tanúsított szeretetére figyelek, hogyha a kegyelmének a megismerésére figyelek, hogyha arra figyelek, hogy Isten Jézus Krisztusban mit adott nekünk, és mit adott értünk, akkor még inkább belmélyülhetek abban, hogy Isten mennyire szereti az embert, mennyire szeret bennünket, és hogy ez a kapcsolat ami Isten és ember között lehet, ez mennyire meghatározó, és merem azt mondani, hogy a legfontosabb. Sőt, nem is csak merem, hanem bátran mondom azt, hogy a, a legfontosabb kapcsolata az embernek. És mit adhat a bőjt az embernek még emellett? Hát, hogyha a kapcsolat szóval folytatom a válaszodásomat, akkor azt mondanám, hogy ha Istennel együtt, és ebben a kapcsolatban vizsgálom a saját lelkemet, hogyha így vizsgálom saját magam, az életemnek a kérdéseit, az életemnek a nehézségeit, a gondolataimat, a vágyaimat, az életemnek a teljes spektrumát, és közben tényleg megvan a fókusz, hogy, hogy folyamatosan Istenre figyelek, és az ő igének az üzenetét próbálom megérteni, nem csak általánosságban, hanem saját életemre nézve, akkor gazdagodok lélekben, gazdagodik az életem, mert válaszokat kapok az életem kérdéseire is, és, és azt gondolom, hogy, hogy az Istennél a legjobb a válaszokat keresni az életnek a kardinális kérdéseire, meg, meg az életnek minden területére. Beszéltünk a megállás és pihenés kérdésköréről is. A mai rohanó felgyorsult médiával terhelt világban azonban a lecsendesedés, a lelassulás, a befelé fordulás azért nehezen megvalósíthatónak tűnik. Ugye itt a mobiltelefoni szóba került a beszélgetésünk során. Igen, hát ezt, ezt nem tagadom. <laughs> Ezzel teljes mértékben együtt is érzek, meg egyet is értek, én is megélem azt, hogy néha 48 órás nap, hogyha így lehetne, nem csak 24, az se, az se lenne elég. Hát igen, az a tempó, amiben élünk, meg ez a környezet, ez nem támogatja a lelassulást. Legalábbis, hogy ez így természetes módon megtörténhessen. Vagy hát azt tapasztalom, hogy akkor lelassul az ember mondjuk, hogyha megbetegszik. Vagy néha még akkor sem, mert nincs idő betegnek lenni, vagy sajnálja az, az ember erre is az időt, annyit tennivaló van. Nagyon gyakran nekem is ott pörögnek a fejemben a következő megoldandó feladatok. Felgyorsult a világ, és ebben élünk. És talán azt gondolom, hogy nálam fiatalabb korosztály meg már teljesen ebben szocializálódott, és talán nem is biztos, hogy mindig egyértelmű neki, vagy akár ennek a generációnak az a más, de abban biztos vagyok, hogy minden ember vágyik arra, hogy lehessen ideje saját magára. Csak sokszor talán nem is tudjuk megfogalmazni. Talán érzünk valami, valami hiányérzetet, talán meg tudunk fogalmazni valamit, hogy valami nem kerek, valami nem teljes, csak talán nem tudjuk megmondani az okát, hogy mi az, ami hiányzik. De hogyha én is feltetek egy kérdést, és azt kérem, hogy a hallgatók ezt magukba válaszolják meg, hogyha lehet ilyet kérni, hogy hogyan várhatom, hogy elmélyüljek, vagy hogy megértsem saját magam, hogyha sosincs idő megállni. Megértem, vannak olyan helyzetek, amikor tényleg nagyon nehéz megállni, de azt gondolom, hogy ezen változtatni tudjunk, vagy legyenek olyan idők, amikor ebből a körforgásból, ebből a rohanó, felgyorsult, médiával terhelt világból az ember egy kicsit ki tudjon szakadni, és lépjen a lecsendesedés, meg a lelassulás felé, meg a befelé figyelés felé, az egy tudatos döntést kell hozni. És azt kell mondani, hogy köszönöm, én akkor itt most hat őrik, ha szakad, ezen a ponton megállok. És ebben a megállásban pedig befelé fordulok, de nagyon fontos az is, hogy ne csak egyedül történjen ez a befelé fordulás, hanem Istennel együtt, az ő együtt. És talán azt is lehet mondani, hogy ez egy olyan szokás rendszer is lehet, mármint a jó értelembe véve pozitív előjelen, amit ki kell alakítani. Tehát, hogy ehhez lehet, hogy eleinte erő kell, meg kitartás, de az, hogy én tudatosan nemet mondjak a rohanásra, amikor lehetőségem van rá, és azt mondjam, hogy igen, én szeretnék időt tölteni Istennel, és vele együtt saját magammal is, ahhoz igen, néha nekünk kell azt mondani, hogy köszönöm, most megállok. És az izgalmas az, hogy ha ez sikerül, akkor én biztos vagyok abban, hogy utána már nem lesz lemondás, hogy az ember ezt megtegye, hanem érzést tapasztalja azt, hogy igen, nekem erre szükségem van, az Istennel töltött időre szükségem van, az Istennel együtt töltött befelé figyelésre és válaszok keresésére szükségem van, és akkor talán már nem lesz annyira nehéz azt mondani, hogy köszönöm most egy negyed órára, egy fél órára, egy órára, vagy valamennyi időre megállok, és majd folytatom utána a rutint. A Károli Podcast adásának mai vendége Káposztás Gábor a Károli Egyetemi Lelkészség vezető egyetemi lelkésze volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak viszont a Károli Podcast következő adásában. Károli Podcast Tudományról, hitről, hivatásról könnyedén érthetően a Károli Egyetem ismeretterjesztő podcast sorozata Károli Podcast